Júlia, Tompa Iva vagyok a Hilvitától. Ma egy legfőképp férfiakat érintő problémáról lesz szó, ez pedig a magas húgysavszint. A magas húgysavszint miatt kialakult köszvényt nagyon régen a királyok betegségeként ismerték, mivel túl sok alkoholt és vörös húst csak a jómódúak fogyasztottak. Manapság azonban egyre több embert érint ez a probléma. A húgysav az emésztési folyamat során létrejött végtermék, amelyet ideális esetben a vesék kiválasztanak, majd vizelet formájában kiürül, a maradék pedig izzadság formájában ürül ki. Köszvény esetén megnövekszik a vér húgysav tartalma, és húgysavas sók rakódnak le különböző szövetekben, és ki is kristályosodhat, elsősorban az ízületekben. De ezt megelőzhetjük természetes és egyszerű módon. Mellőzni kell a vörös húsok és kolbászfélék fogyasztását. Kutatások szerint a rendszeres alkoholfogyasztás is okozhat magasabb húgysav szintet. Fontos a megelőzése, és ezt természetes, egészséges módon is megtehetjük. Az egyik módszer az almaecet lehet, ez ugyanis semlegesíti a húgysavat, és nem alakul ki gyulladás. Emellett tisztítja a vért, és az érfalak lerakódásait is eltávolítja. Segít megelőzni a gyulladásokat, és nagyszerű antioxidáns is. Tegyünk egy pohár vízbe egy kanál almaecetet. Ezt ígyük naponta 2-3 times. Aki erősebb hatást szeretne, vagyis teljes tisztítást, az 2-3 kanál almaecetet öntsön a pohárba. De ekkor csak óvatosan kortyoljuk, mert erős a hatása nagyon. Remélem, hogy segítettem neked, hogyha tetszett a videóm, akkor iratkozz fel, kérlek, a YouTube csatornánkra. Én köszönöm, hogy megnéztél, szia!